Még annál is remekebb volt a hangulat szombaton este Bonyhádon a művelődési központban, mint amit a képsorokon visszatudunk adni nézőinknek. A báli forgatagból és a mulatók közül Vizin Balázst raboltuk el néhány perc erejéig, hogy avasson be bennünket az este részleteibe. Most már évek óta nagy hagyománya van annak, hogy a Krenclány Néptánc Egyesület fiataljai által szervezett kiváló hangulatú rendezvényel indul az őszi, téli és ugye a koratavaszi báli szezon itt Bonyhádon, és a mögöttünk látható hangulat is jelzi, hogy az idei esztendőben sem végeztek fél munkát a fiatalok. Nevezetesen egy remeknek ígérkező bált szerveztek, amit ezúton is szeretnénk megköszönni mindazoknak, akik szerepet vállaltak ebben. Gilik Máté vezetésével a Krenclány Néptánc Egyesület fiataljai ezúttal is mindent megtettek azért, hogy minél többen népesítsék be itt a Vörösmarty Mihály Művelődési Központot, és ez sikerült, hiszen az idei esztendőben is elmondhatjuk azt, hogy a Teltház mellett zajlik a Márton napi bál, amely tulajdonképpen nyitó rendezvénye annak a programsorozatnak, amely egy nagyon színes és változatos programot kínál a bonyhádiaknak és a környékbelieknek itt a báli szezonban. A mostani Márton napi bál után nem kell sokat várni a táncoslábúaknak, hiszen december 8-án rendezik meg a sportbált. Addig már valóban csak néhányat kell aludni. Lukács József, a Vörösmarty Mihály Művelődési Központ igazgató helyettese és a lelkes sportvezetők vállalták fel néhány évvel ezelőtt ezt a bált. December 8-án lesz a mostani. Ez egy új bál abban a sorozatban, ami már nagy tradícióra és hagyományokra tekint vissza, de természetesen nem hiányozhat a kínálatból a decemberi, szilveszteri mulatság itt a művelődési központban is, aztán januárban a Schwab bál, februárban pedig a Székely bálban roghatják a táncoslábúak, és aztán a kórház bál is nagyon sok érdeklődőt vonz minden évben. Az egyesületnek most a korábbi évekhez képest egyel több oka is volt a vidámságra és felhőtlen szórakozásra, ünneplésre. Ezúton is szeretnénk tolmácsolni a város vezetésének gratulációját és őszinte elismerését a Prima közönségdíjhoz, hiszen nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a Köllernék Okilona vezette egyesület a Prima közönségdíjat szerezhette meg néhány héttel ezelőtt Szekszárdon, és amellett, hogy a hagyományok és a néptánc kultúra megőrzésén és továbbadásán át egészen az ilyen közösségteremtő rendezvényekig számos feladatot vállal fel a Krenclány, és ezúton is köszönjük az ő munkájukat. Az este további része is kemény munkát ígért a szórakozás terén, amiben a résztvevők csak úgy, mint más helyzetekben is alkalmakkor, most is 1000%-ban kivették részüket.